A legutóbbi hétvégén ismét szálltak a nyilak a Haladás sportkomplexumban. Itt rendezték meg ugyanis a Magyar Dárc Szövetség által kiírt Nyugat-Dunántúli Dárc Liga versenysorozat második összecsapását. Az idei szezonban változtattak a kiíráson, itt Szombathely mellett Körmenden és Gógánfán felváltva bonyolítják le a játéknapokat. Itt Szombathelyen idén összesen 9 forduló lesz, Körmenden és Gógánfán is lesz még ezen kívül több játéknap. Minden hónapban egy lesz, tehát februártól októberig egy fordulónk lesz. A lebonyolításról azt kell tudni, hogy először csoportmérkőzések vannak, aztán egyenes kieséssel folytatódik a verseny. A Vasi megye székhelyen megrendezett fordulóra még Sopronból is érkeztek versenyzők, és összesen 35-en ragadtak nyilat a győzelem reményében. A legtöbb sportoló természetesen a hazai színeket képviselő Szombathelyi Darts Klub Sportegyesület adta. A klub komoly tervekkel vágott neki az idei versenysorozatnak. Elvárások tulajdonképpen olyan szempontból nincsenek, viszont maga a versenysorozatnak a lényege, hogy évvégén kerül lebonyolításra a Magyar Dárc Liga döntője, ahol a mi régiónkból 12 személy, 12 versenyző tud bekerülni erre a megmérettetésre. A nagy tét miatt valamennyi játékos igyekezett a legjobb tudásával előrukkolni. Meglepetés eredmény született, bár az idei esztendőt jól kezdte Csóka András, Dobos Dávid és Kálmán Lehel, valamennyien korán búcsúztak. Ugyanakkor a legjobb négy közé két szombathelyi sportoló is bejutott, és a nap legjobbja Kálmán Csongor lett, aki idén először végzett az élen, és ennek köszönhetően az összetett pontversenyt is vezeti. A régió legjobb dárcosai legközelebb március 4-én állhatnak tábla elé, akkor Körmenden bizonyíthatnak majd.